Két győzelmet aratott a Mezőkövesdi KC felnőtt csapata a Liga kupában. Kézilabdázóink a Pler Budapest és a Cegléd vendégeként is megszerezték a két pontot. A közelmúltban életre hívott sorozatban összesen 10 együttes, a nemzetközi kupainduló kivételével az összes NB1-es, valamint két másodosztályú klub szerepel. Csapatunk két idegenbeli mérkőzéssel kezdte szereplését a sorozatban. Molnár Ferenc tanítványai november 2-án a fővárosban az NB1-B-s Pler Budapest vendégeként léptek pályára. Az első félidő nagy részében a hazaiak voltak jobbak, ennek eredményeként a pestiek 16-15-ös vezetéssel vonulhattak szünetre. Csapatunk fordulás után feljavult, és nagy küzdelemben 31-30-ra megnyerte a mérkőzést. Kéziseink 3 nappal később az első osztályú Cegléd otthonában vizitáltak. Az összecsapáson mindkét gárda hullámzó teljesítmény nyújtott, hol a hazaiaknál, hol csapatunknál volt az előny. Molnár Ferenc együttese a hajrában, higgadtabban és pontosabban kézilabdázott, ennek köszönhetően 29-28-ra győzött, és két mérkőzés után 4 ponttal vezeti a B csoportot. Az MKC legközelebb december 7-én szerdán 18 órakor játszik, amikor is a Pler Budapest gárdáját fogadja majd a Városi Sportcsarnokban. Kéziseink a bajnokságban legközelebb november 12-én szombaton 18 órától az Orosháza ellen lépnek parketre Mezőkövesden. A találkozó előtt 14 órától véradást szerveznek a Városi Sportcsarnokban. A klubnak köszönhetően a véradók ingyen tekinthetik meg a bajnoki összecsapást, és egy dobozos sört kapnak ajándékba.